Sok szeretettel üdvözöllek benneteket, nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal megjelentetek. Ez a rendezvény több szempontból is nagy esemény a klubunk számára. Mindenekelőtt azért, mert klubunk adja a következő év kormányzóját, dr. Csóka Imrét, és klubunk egy emberként áll Imre mögött, hogy támogassa őt a következő Rotary év projektjeiben. És ez egy elég nagy kihívás is számunkra, mivel elég feszes évnek nézünk elébe, de ezt Imre majd el fogja mondani részletesebben. Engedjétek meg, hogy egy pár szót szóljak a mi tervezett Rotary évünkről, ami szorosan kapcsolódik Imre kormányzóságához is. Mindamellett, hogy az összes tag támogatja Imre elképzeléseit, azért nem adjuk fel a saját életünket sem teljesen, és nagyon örülünk annak, hogy az elmúlt években, elmúlt egy pár évben a tagfejlesztés nagyon jól sikerült. Lehet mondani azt, hogy teljesítettük azt a célt, amit kitűzött nekünk a világszervezet, de emellett a következő nagy kihívás, talán még nagyobb kihívás, hogy meg is tartsuk ezeket a barátainkat, és ezért nagyon fontosnak tartom, hogy ne legyen kizárólag egy harmadik munkahely a Rotary. Sokszor azt érezzük a klubban, és halljuk ezt a többi klub részéről is, hogy eljönnek a barátaink, és igazából csak azt látják, hogy projekt hátán, ami nagyon fontos. Fontos, hogy támogassuk a hátrányos helyzetűeket, illetve a tehetséges diákokat a kitűzött programok szerint, de ez nem elég. Ez nem elég, mert aki nem ismeri mélységeiben a Rotaryt, és nem éltem még át azokat az élményeket, amit a Rotary család, illetve a Rotary szellemisége tud nyújtani, ő nem biztos, hogy meg tud maradni a klubban, illetve nem biztos, hogy gyökeret tud ereszteni. Ezért csak mindenkinek mondanám, akinek esetleg ilyen jellegű tapasztalata még nincsen. A mi klubunkban a jövő évre azt tervezzük, hogy nagyon családias hangulat lesz, fókuszálunk a meglévő projektek mellett, főként a barátság építésére. Értem én ez alatt, hogy rengeteg olyan Rotary által kitalált és már 100 éve használt eszköz van erre, amit néhányunk a klubjában nem igazán tart hangsúlyosnak. Ilyen például az előadások. A klubunknak sajnos ez az utóbbi években egy kicsit háttérbe szorult ez a tevékenysége, de úgy érzem, hogy ha van egy új klubtagunk, aki még csak ismerkedik a Rotaryvel, és azt látja, hogy itt intellektuálisan egy olyan élményt tud szerezni, amikor jön egy előadó, nem csak az előadás maga, hanem az utána ennek a megbeszélése, az élményeknek a kitárgyalása, ez egy olyan élmény lehet, ami a mostani világban, ahol igazából a közösségépítésre egyre kevesebb a lehetőség, ez nagyon jó lehet, és ez egy megtartó erő. Emellett nagyon fontosnak tartom, hogyha a programjainkban összegyűlt pénzt, azt nem csak a egy-két klubtagunk adja át esetleg a rászorulóknak, hanem ide bevonjuk egyből a frissen csatlakozott, vagy csatlakozni kívánó klubtagokat is. Értem ez alatt, hogy nyugodtan, bátran akár a fiatalokat, vagy akár csak az érdeklődőket el kell vinni, és érezzék ezt az élményt, hogy igazából dolgozunk, teszünk mi a Rotaryért, összegyűjtjük a pénzt, de ezt a pénzt, amikor átadjuk, hogy ez micsoda öröm, és igazából ezeken az eseményekkel lehet megérezni azt, hogy mi is a Rotary, mi a Rotary életérzés. Személy szerint én a klubnak ezt a szót tűztem a zászlójára a következő évben, hogy ismerjük meg a Rotary életérzést. Volt alkalmam kint lenni rengeteg Rotary klubban már Amerikában is és Európában is, nagyon vegyes a kép. De mindenhol azt láttam, hogy az emberek azért járnak a Rotary Klub ülésekre, és azért szeretnek a közösséghez tartozni, mert jó. És nem azért, mert egy harmadik munkahely, vagy egy kötelezettséget éreznek, hanem azért, mert ott tudnak beszélgetni. Egy héten egyszer legalább egy kicsit le tudnak ereszteni, és a napi darálóból ki tudnak szállni. Ezt ajánlom mindenkinek, aki leendő tisztségviselő, illetve elnök, következő évre, hogy érdemes talán ezt megfontolni. Bocsánat. És még egy plusz dolog, hogy bátran kell feladatokat adni az újonnan csatlakozott klubtagoknak. Nem feltétlenül csak a munka részéből, de nyugodtan be lehet őket vonni.
hogy ezzel is egy kicsit magukénak érezzék a klubot. A megtartás szempontjából ezt én nagyon fontosnak tartom. És befejezésképpen ennek az egésznek a konklúziója ugye az lenne, mindamellett, hogy összetartjuk a klubot, hogy elérjük azt, hogy hozzánk akarjanak jönni, és csatlakozni akarjanak a klubhoz, mivel ez egy olyan jó társaság, egy olyan jó vidám baráti légkör uralkodik ezeken az üléseken, hogy ne vadászni kelljen a tagokat, hanem igenis, hogy sorba álljanak nálunk. Ez egy nagy kihívás, de én ezt vállaltam a következő évre, és igazából a kormányzóság mellett én úgy gondolom, hogy ez is megvalósítható lesz, és elindulunk ezen az úton is. Ezúton kívánok én mindenkinek nagyon sok sikert, aki már régi motoros itt a Rotaryban, illetve most újonnan lesz elnök, illetve tisztségviselő, hogy ti is érezzétek, hogy mi az a Rotary. Menjetek el minél több nemzetközi rendezvényre, hogyha van lehetőségetek, ismerjetek meg minél több klubot, minél több stílust, és ebből kovácsoljuk össze a hazai Rotary közösséget is. Nagyon szépen köszönöm, és sok sikert még egyszer mindenkinek! Köszönöm szépen!